Életveszélyes állapotban vittek kórházba a mentők egy devecseri fiatalembert, aki a házuk mögötti melléképületben szenvedett égési sérüléseket. A rendőrök szerint egy magas nyomású edényből kicsapó gőztől égett meg a férfi testének csak nem fele. Úgy tudjuk, a fiatalember a hátsó épületrészben pálinkát főzött, és az ehhez használt berendezés robbant fel. A sérült fiatalember és a barátja ebben a devecseri házban főzte a pálinkát, amikor a baleset történt. Ketten voltak akkor, amikor a szerkezet meghibásodott és az egyik fiatalt megégette. A másik fiú nagyapja nyilatkozott híradónknak, azt mondta, hogy egy házilag buherált pálinka főző volt ez. Zajja, kis kavarőgép, tudjátok is, még személykocsival is szállítsa, az lett megcsinálva, lett részből csinálva teteje, hogy azt a leparolgó, ment bele hidegvízbe, aztán ugye úgy jött ki a pálinka. Az összetákolt eszköz tetejét vette le a fiatalember, hogy a keverőben égő tűzre még tegyen egy kis fát. Ekkor csapott ki a gőz, mely megégette a fiatalembert. És annyit hallottam, hogy a mentős odaszólt, mert egy ilyen barna bőrű társaság állt ott. Arra gondoltam, hogy ő közülük való, vagy nem tudom. És annyit mondott a mentős, hogy most már életben marad a barátja. A mentők a helyszínen szembesültek azzal, hogy a bejelentésnél sokkal súlyosabb a helyzet. Annyit tudunk, hogy egy égett fiatalember, akinek a végtagjain kezein kisebb égésnyomok voltak láthatók, hozzákértek segítséget a mentőszolgálattól. A kiérkező mentőegységünk viszont ennél súlyosabb másodfokú égést állapított meg, ezért segélykocsit is kért, ami egyébként a Balatonfüredi helikopter volt. A megégett fiatalt a mentősök ellátták, az égett felületeket speciális takaróval lefették, majd a mentőhelikopterrel a győri kórházba vitték.